Mikor találkoztam ennek a könyvnek szerzőjével, elcsodálkoztam. Azok közé az idősek közé tartozik, akikben nem lakhatta a vitalitás. Árad belőle az elegancia és az élettapasztalat. Koller Mártonné Molnár Veronika túl van a 80. életévén és 4 könyvön. Ezúttal olyan helytörténeti érdekességeket gyűjtött egy kötetbe, mely hajdan élt Bonyhádiak és önmaga történetén keresztül mutatja be a város fejlődését, átalakulását. Elég sokáig törtem a fejem, hogy hogyan is tudom én ezt összehozni, hogy átölelve Bonyhádot, és sok ember belekerüljön a könyvbe. Nem akartam csoportosítani, hogy ki miért, hogyan. És úgy döntöttem, hogy utca szerint, ahol én a fiatal éveimet éltem, ha abból az utcából végigindulok Bonyhádon, ugye, álmaim, képzeletem utcáján végig sétálva, és a régi épületek ugye előttem megjelentek, még azok az emberek, akik már réges-régen nincsenek az élők sorában, azok is mind valamiért ugye a képzeletembe előjöttek. Hát ezeket az embereket szerettem volna mindenképpen, hogy a könyvemben benne legyenek, mert hát az ember csak időskorban gondol arra, hogy milyen hamar elmúlnak az emlékek, az embernek a fejéből kiesik, hogy a nevét hallja. Hát igen, emlékszem, de már az arc nem ugrik be. Én kereskedőként kezdtem, még az 50-es évek közepén. És főleg a Rákóczi utcaiakról írok, mert ott is éltem a szüleimmel, és abban az utcában volt az az egység, ahol én tanulóként kezdtem. Hát majd, hogy képesített kereskedő legyek, Gyöngyösön végeztem a kereskedelmi iskolát, de utána szintén ugyanabban a boltban folytattam a tevékenységet, addig még a férjemmel nem váltottunk szakmát, vagy a vendéglátásba áttértünk, de így szintén emberekkel találkozunk, és abban az időben, még az 50-es években, ugye nem autóval jártuk végig Bonyhádot, hogyha valamint meg szerettünk volna nézni, meg gyerekkorunkban sem úgy működött, hogy autóval száguldozunk, és fogalmunk nincs, hogy melyik házba kilakik, sétálgattunk. Tulajdonképpen a szórakozásunk zömét a hosszú séták tették ki, és minden házban tudtuk, hogy kilakik, kötelező volt köszönni, mert hogy abban az időben, ami ma már ugye nem divat, hogy a fiatalok köszönjenek, idősnek, fiatalnak, mindenkinek köszöntünk. Az előző könyveimben is ugye régi dolgokról írok. A mi időnkben nem volt tévé, már kamaszlány voltam, amikor rádiót vettek a szüleim, nem voltam én legkülső, nem volt számítógép, internet. Amit akkor láttunk, hallottunk, tanultunk, megjegyeztük a szülők meséjét, nagyszüleim meséjét, azt mi úgy magunkba szívtuk, és bennem megmaradt, hála Istennek. Nagyon elszomorító, mert ugye már a 80 körüliektől, ha érdeklődtem, mert amit leírtam, szóval, hogy az hiteles legyen, azért utána jártam. Aha. Hasonló korúakkal beszélgettem, nagyon sokan, jé, hát te még ezekre emlékszel? Szóval az ember nem bosszankodik, hanem sajnálja, hogy ők elfelejtették, mert hát nem vagyunk egyformák. Ha nem tartjuk meg a régi idők emlékeit, ha csak úgy átlépünk rajta és nem válik fontossá, akkor szegényebbek leszünk, mondja Vera néni, aki egyébként saját bevallása szerint is nagy fényképgyűjtő. Közel 60 albumban gyűjtötte össze régi idők pillanatait. Ősökről, családtagokról külön-külön, de legszívesebben azokat az albumokat lapozgatom, ahol az őseim vannak. Szeretem azokat nézegetni. És valahol írok is erről, hogy a gazdagság nem csak pénzben mérhető. Az őseink szeretete, ismerete, szívet, lelket megtölti gazdagsággal.
Szóval kell ismerni a gyökereket, kell tudni, hogy ki honnan származott, mert azért a szülőktől, nagyszülőktől nagyon sok érték megmarad, és az ember próbálja átadni az a gyerekeinek, unokáinak, dédunokáinak, és hozzáfűzöm, hogy ezt kitől tanultam, vagy kitől láttam. Hát ha minden nem is marad meg a fejükben, mert ők már ebbe az új modern világba élnek, de azért eszükbe jut. Bonyhádról tulajdonképpen azokról az emberekről, akiről tudtam szerezni képet, mert nagyon sok lett volna, akiket úgy megemlítek, de már a hozzátartozók sincsenek, de amikor kimondjuk a nevüket, mert általában az embereket, ha megjegyeznek, és nem volt egy olyan személyiség, hogy egy kereskedő boltos, de hogy a Bolond Zolit, mindenki Bolond Zolinak hívta, és ez nem is volt sértő, pedig Novák Zoli a neve is, szint az én korosztályom és fiatal korunkban senki nem is tudta, hogy ő Novák Zoli. És hát szereztem, hála Istennek, róla is egy képet, és mikor így kimondtam, hogy jaj, hát a Bolond Zoliról van kép, senki nem mosolygott azon, hogy én a csúf nevét emlegetem. Mert hát meg volt egy biciklijavító Brauer, mert több elég nagy szétágazó család, de mivel biciklijavító volt, azt csak Salleros Csúszinak mondták. Hát ugye mire én a Csúsziról szereztem képet, hát én olyan boldog voltam, mert mindenki ismerte, mert abban az időben rengetegen biciklivel közlekedtek, és hát Schallerra ragasztották a gumit, meg minden, és hát ugye ez Schalleros Csuszi volt. És hát ilyen emberekről. Én azt hiszem, hogy az időskort az emlékek szépítik. Mert sokan mondják, hogy az időskornak is van szépsége. Hát nem olyan sok. Nagyon kevés, nagyon, de én azt hiszem, hogy azt a keveset tiszkörömmel meg kell ragadni, és nem elengedni. Minden kis apró örömnek az ember úgy kell örüljön, mint egy nagy örömnek időskorban. Mert ha fogy, mert időskorban többször fáj itt, többször fáj ott, már nem megy minden úgy, ahogy régen, az embert az bosszantja, meg minden. Szóval ilyen dolgok ugye megnehezítik az időskor, tükörbe kell nézni, hogy az ember látja magán, hogy a szépség már réges-rég elszállt. Miután vége volt a riportnak, Vera nénivel még arról beszélgettünk, hogy mindig is szigorú volt önmagához és a munkához. Egyébként, ha nem ír, akkor fest, mert hogy muszáj valamit alkotni. Vera néni a visszajelzések alapján azt mondta, elérte, amit akart. Örömet szerzett sokaknak, és ez minden fáradtságot megért.